Sziasztok srácok, üdvözlök mindenkit! A mai videóban az lesz a feladatom, hogy meghalljak. Eddig minden videóban a túlélés volt a cél, ezen a pályán viszont az, hogy különböző módszerekkel megöljük a Minecraftos karakterünket. Ha szeretnétek még további ilyen map videókat, akkor azt a komment szekcióba. Ilyen még nem nagyon volt egyébként a csatornán. Ha még nincsenek áldárkos termékeid, akkor ott van a webshop linkje a leírásban. Nézzetek körül, rengeteg király cucc van ott, hogy megéri egy-két dolgot beszerezni. És hát akkor szerintem nem olvasom el ezeket a táblákat, mert tudjuk az alapszabályokat. Kezdjünk! Itt is vagyunk a leges-legelső szinten, és hát úgy látom, hogy egy vizes vödör el kell magunkat megölni, ami egész egyszerűen annyit takar, hogy szépen ide bejövök, és megvárom, hogy megfulladjak. Oké, okay, ez meg is van. Jöhetünk is a második szintre, ahol is kempfejöreket kaptunk itt a ládába, úgyhogy ez azt jelenti, hogy szépen ezeket le kell rakni, és meg kell várni az, hogy négyek. Nice! Eddig ugye nem volt olyan túlzottan nehéz, nézzük is, hogy mit kapunk a ládában, uh -huh. hát itt nem tudom, hogy mi lenne a legjobb megoldás, de talán az, hogyha a lávás vödröt leraknám, és akkor így szépen a lábába meghalnék, nice! Oké, okay. itt van egy flinten Steel, ami unbreaking 10-es, jó, egyébként szoktálok kérdezni, hogy ez a tűz nekem miért így néz ki? Azért, mert Lunar Client-et használok, és ott a tűz egy picikét másképpen néz ki, mint a Sia Minecraftba, de hogy ez nem egy textúra, hanem tényleg ez egy ilyen alapfunkció ennek az egésznek. TNT! Nagyon a blokkokat nem látok meg semmi ilyesmit, viszont itt van egy pressure plate, úgyhogy szerintem, hogyha egy körbe rakom, és begyújtom a TNT-ket, akkor fel fogunk robbanni. Most. Dirt és Diamond Shovel. Itt valószínűleg az fog kelleni, hogy ö, szépen ide feljöjjek, és mindig ilyen full be meghalljak. Ami egész addig nehéz feladat lesz, ameddig a kajacsikom nem kezd el lemenni. Oké, okay, és még egyetlen egyszer le kell ugrani, a földblokkok pont elegendőek voltak, és meg is vagyunk. Itt most van egy nether portál, úgyhogy feltételezem, hogy egyébként ide be kell mennünk, és nézzük is, hogy itt mit tudunk csinálni, hát nagyon egyszerű dolgunk van szerintem itt is, be kell ugrani a lávába. Következő szint, aha, itt van szend, illetve gravel, meg hát ásó is, amire szerintem nem nagyon lesz szükségünk. Uh, itt valószínűleg a fejemre kéne ejteni valamennyi blokkot, tehát inkább két blokkot, és ismét csak várni. Oké, okay. nézzük is a következőt, hoppá! Itt már egy reston szerkezetet kell konkrétan csinálni. Valószínűleg a dispenserből kéne kilőni nyilakat. Ez működik. Csak nem úgy, ahogy gondoltam. Jó, még egyetlen egyszer. Meg is vagyunk csodás. Következő. Aha, itt valószínűleg az lesz, hogy magamra kéne csukni kettő darab földblokkot. És hogyha itt meghúzom a kart, szerintem bőven elegendőek vagyunk itt is. Így van, akkor mindkettő piszton működésbe lép. Ja, ez nem kell ide, mert különben nem fogom tudni meghúzni a kart. Vagy lehet, hogy ez sem kell ide, mert így is fog működni. Na nézzük. És működik. Oké. Okay. Nice. Nem tudom, hogy ki szokott törülni amúgy annak, hogyha <laughs> meghal a Ez most tényleg ebből a szempontból egy elég vicces kihívás, hogy <laughs> egy folyamatosan azt keresik, hogy hogyan halhatunk meg. Itt nyilván nem volt olyan túl nehéz feladatunk, tekintettel arra, hogy a kaktuszok azok elég jó rendelkezésünkre álltak mint itt a vidőrózsák, amik az elején nem sebeztek. Egy kicsit furcsa volt valószínűleg azért, mert ugye volt ilyen spam protection -ön, vagy bármi hasonló, de ez nem akadály szerintem most a vidőrózsáknak. Igen, itt vannak ezek a finom berik, és itt tényleg ezeken a szinteken nem olyan túl nehéz meghalni. Valószínűleg ezeket amúgy az elejére kellett volna rakni. Na nézzük, most újra egy ládát kaptunk. Ó, tíglinek, let's go! Gyerünk! Megütök mindenkit, gyertek rám! Egy hit akarok lenni, egy hit. Jó, kettő lettem, az se rossz. Itt most wolfok -ok vannak, szerintem azokat sem olyan túl nehéz magamra haragítani. Így is van. Pörgetjük a pályát nagyon durván. Kaptunk delfineket. Ha azt megütöm, akkor ő is támad. Hogy tudok én a delfinekkel itt most harcba legyedni? Ó, oh, már látom. Még egy HP, gyerünk, gyerünk, gyerünk. Megvagyunk. Következő. Turn around. Hogyha nálam volt ez a papír, akkor kinyílt a fal. Itt gondolom le kell esni a voidba. Ja, ez, ez sem volt túl nehéz. Amúgy ez egy ilyen puzzle mapnak minősül valamilyen szinten. Nyilván a könnyebb puzzle mapok -ok közé, de attól meg puzzle map. Jó, hogy adták ezt a csárként, mert amúgy nem nagyon lehet neki szabadulni itt az emberek fogságából. És meg vagyunk. Következő tűzi játékok. Wow. Ezekkel is majdnem egyszerű megölni magunkat. Csak hogyha ott robbannak föl, akkor az nem jó. Úgyhogy itt kell felrabbanjanak, igen. Micsoda a környezetváltás. Úgy látom, hogy léptünk valami szintet, és itt a minecartba, aha, szóval ha ide beülök, így is van, akkor a blokkok miatt meg fog halni. Itt már alapból a víz alatt vagyok, és ennyi. Itt a magma is öl, és hogyha még vízbe esetlen megfulladnék, akkor még az is megölne. Ez ilyen kettő, ja nem, már a vízben nem is tudnék most megfulladni, úgyhogy csak a magmák miatt tudom magamat megölni. Jó, itt most van láda, de van víz is. Nodra, ezt nem veszem ki. Bár lehet, hogy nem fog tudni így sem úgysem sem megfulladni, úgyhogy majd meglátjuk. A ah, tényleg nem fulladok meg, de elméletileg a lávás vödrökkel ezt valahogy lehet orvosolni. Jó, itt szép lassan szerintem meg lehet magunkat ölni. Egy-kettő szíveket levesz, ugye, amikor Obszidiánba ütközünk és nem véletlenül volt itt valószínűleg ennyi vödör, mert körülbelül az összeset föl kell ehhez használni. Igen, és még egy! Megvagyunk, oké! Okay. Ez azért már nem volt olyan túl egyszerű. Ez viszont úgy látom, hogy annál inkább az lesz. Ó, oh, jó! Még egy! És megvagyunk. Itt van egy trident is. Ó, um, oh. és úgy látom, hogy a tridentet ezt vissza lehet lőni. Jaj! Nem, a tridentet nem lehet visszalőni, hanem a tridentel mi megyünk. És egy szép kis fogunk kapni. Működött, az a lényeg. Van poison, az nem jó. De, várjám, a poison be iszom. Bár itt vannak instant damage akkor minek kéne a poison? Két instant damage és meg is vagyunk. Kaptam egy CD-t, és itt van egy jukebox. Ah, oh, na jó! <laughs> Mindenre számítottam, csak erre nem. És a zene az nem akar leállni, vagy valami? Change to hard difficulty here. Oké, okay, hard vagyunk a labból. Kedves Minecraft. Ha a zenét, ezt kikapcsoljuk, jó? Ö, van egy ötletem erre. Az ötletem az volt, hogy be kell írni, hogy kam, és akkor majd történik valami, nem. Szóval ö, itt egész egyszerűen annyi, annyi van, hogy éhezésbe fogunk meghalni. Remek. Ez az. Í! Keep opening the chest. Hagyjam nyitva a ládát. De úgy látom, hogy folyamatosan nyitogatni kell, és úgy fog belém csapkodni a villám. Ennél kreatívan módot én már nagyon-nagyon rég láttam. Erberus feje, és Ender pörlök. Igen, ez, ez nem egy, egy túl bonyolult, de ezt a fejet elviszem, bár úgyis meg fog halni. Ennyi volt. End endportát kell csinálni. Hát igen, az endben mondjuk tényleg nem egy túl bonyolult feladat meghalni, úgyhogy megyünk is. És ki van nekünk ide építve egy lépcső? Azt Gondolom itt az a cél, hogy az endőrmenekkel ölessem meg magam, ami meg is történt. Let's go. Iron Golem Spawn Egg. Na, hát drága barátaim. Jaj, jaj, igen, ő egy hitel. <laughs> Nem is kellett volna kettő darab. Itt, itt most mi újság van? Ezt így ki kell ütnöm. Ja, igen, és akkor a silverfish megjelennek. Jó. Vagy lehet, hogy elég az, hogyha ütöm őket, és akkor kikelnek a többi blogból. Vagy, mindegy. Ők is elegendőek. Négyen pusztítsatok el. Bee Spawn Egg. Ez is, ez is tökéletes. Jaj, az összes mérges lett ilyen hirtelen? Gyertek rám, ez az. Pusztítsatok el. Panda és Polar bear. Hát itt nyilván a Bear-t fogom lerakni, mert az alapból két hitel körülbelül, vagy három inkább. Trader láma, vagy csak sima láma? Hát szerintem a simára. Teszem le a boksomat. Elég hosszú idő lesz. Főleg, hogyha még egymást is löbik, és nem engem. Jó, nagy nehezen, de sikerülni fog szerintem. Még egyszer, léci. Ez az, ez, ez most itt milyen blokkal szabad tudni? Semmilyen. Nice. Pufferfish. Na, azt kell nekünk a pufferfish. Azt szerintem elég gyorsan végezni tud velünk. És igen. Conquest war. Jaj! Kinyitottam a ládát, és ezek így megjelentek. Megint majdnem egymást lövik, de szerencsére engem is eltaláltak egy párszor. You know it, when you see it. Uh, Akkor fogom megtudni, amikor látom. Ez nem tudom mennyire bizalmgerjesztő, de ott egy denevér. És mi van, ha én ezt a denevért megütöm? Vagy Még nem tudom. Nem, nem tudom megütni ezt a denevért. Mi történik a denevérrel? Ó! Oh. Ó! Oh, igen! Szóval a denevérem volt egy láthatatlan creeper. A vámpír nyúl. Í! Ez a killer bunny. Két hit vagyok neki. Mondjuk el se tudtam, hogy szett nélkül konkrétan két hit vagy a, a Killer de rendben van. Jöjjön egy kis vidőr, ami remélem szét fogja innentől kezdve bombázni az egész mappot. Talán egy robbantástól is megleszek. Mi újság van? Minden rendben? Kicsit morcos volt az úr. Hit the villager. Üssön meg a falusit. Miért? A falusin van valamilyen effekt, ami tüskéket ad? Ja persze, mert lehet, hogy volt rajta valamilyen set, ami ezt megoldotta. Aha. Itt már látom, hogy mi lesz a feladatom. Entitás cuccal megölni magam. Tehát, hogy azt hiszem 24 entity nem lehet egy helyen, vagy valahogy így. És igen, így engem is megöl a Minecraft. Csodálatos. Pig és villager. Szerintem nem az volt, amire gondoltam. De hogyha ezeket lerakom... Igen, igen, igen. Na, akkor végül is jó volt a második gondolatom. Ezeket le kell rakni, és akkor úgy megölnek. Így nem volt nehéz. Nice. Chorus Root. Na, no. az hasonlít az Ender Oh, ez itt mi? Go ahead and jump. <laughs> mi az a sok láva itt? És miért van ott egy Wither felirat? Ezek egyáltalán nem tűnnek olyan túlzottan bizalmgeresztőnek. Ezt a lobat meg kéne szelidíteni elsősorban. Ami úgy látom, hogy az időnek a nagy részét felöleli majd. Ó, oh, és nem. Megkaptuk, nice. És akkor most az a dolgom, hogy beleugráljak a lávába. Szegény lóval együtt megyünk a halába és meg is vagyunk. Nem, nincsen vidőr, nincs vidőr. Aha, itt van egy lyuk. Malacot ki kell vezetni valószínűleg, igen, ez, ez már itt írta is. Úgyhogy szépen megyünk, és ennyi. A malac full az elkísértált, én meg átmentem az üvegen. Jéggel vagyunk körülvéve. Csónak be kell csúszni alá. Így is van. Nézzük is a következőt. Aha, most már úgy látom, hogy elég sokszor más az alapkörnyezete a pályának. Ahogy nem biztos, hogy baj fákat kell növeszteni, vat? Ez, ezt így hogyan képzelte a készítő? Hogyha ide is növeztek egy fát, légy működj. Jó, és ide kéne még egy fa, szerintem. Erre a szent blokkra. Akkor valószínűleg már nem fogja kibírni a karakter itt a dolgokat. Úgy látom, hogy ide meg nem... Ó, oh, de! Tudtam neveszteni, jó? Csak rengeteg bombék adott hozzá, te jó ég. Együtt még soha nem kellett használnom egy, egy fához. De az alapötletem megint csak jó volt. Hát, told you not to open itt. Nem mondta senki, hogy nem nyithatom nem ki. Mennyi TNT? És még most is robbant. Na, az mondjuk baj. End kristályok. Aha. Szerintem, hogyha ha rakok mindova egyet. És felrob... Ja jó, oké. Okay. Egy is elég lett volna. Nice. Nagyon jó. És ez lehet itt a vége? Megcsináltam mind az ötven pályát? És igen, let's go! Készen vagyunk, srácok. Meg tudtam csinálni mind az 50 -e pályát. Úgyhogy én nagyon szépen köszönöm nektek a figyelmet! hogyha tetszett ez a videó, akkor ezt jelezzétek egy lájkal, iratkozzatok fel, ha még nem vagytok a csatornámon. Találkozunk a legközelebbi videóban, lehetek. Jó! Sziasztok!